Figyelem! Orbán Gabi egy profi edzetsportoló. Ne próbáljátok leutánozni otthon vagy bárhol, amit a csatornáján láttok. OG fam, sziasztok! Olyan nap, olyan videó, kellemes reggelt, kellemes délét, kellemes délután, nem tudom mikor néztek, nem is ez a lényeg. A lényeget már tudjátok, iratkozzatok fel a csatornámra, kapcsoljatok kis csengőt, kis harangot, hogy nem adjatok el semmiféle feltöltésről. Újabb nap és újabb videó, újabb parapéntekhez érkeztünk, és újra elhoztam nektek egy ilyen esésekből, paradolgokból, paratrükkökből, kemény trükkökből álló videót, amilyet szoktam, amikor nincsenek a ti eséseitek. Továbbra is elküldheted a testét, én reagálok videóhoz a testésed ide az Instagramomra, és megkérlek szépen linket küldjél, én nem tudom, bazd meg már, vagy 20 adás lement, és elmondom, hogy linket küldjél, www.vitransfer.com, oda föltöltöd a videót, hogy én tudjam visszaszedni jó minőségbe. Erre fel, gyerekek, úgyis bedobigáltok nekem Instára, csak így behúzod oda nekem az esésed, ez így jó. Valamint elmondtam, hogy ne küldjél TikTok videót, ne küldjél megvágott videót, ne küldjél olyan videót, amire rá van vágva a neved, de hát ró, vágatlan, nem értem. És mindenki szövegel nekem kommentbe, hogy a videó elején mennyit pofázok. Elmondom érthetően, tehát skippeled, amit én mondok, és akkor jönnek az ökrök, bazd meg, és úgyis csak úgy bebassza nekem a videót. Megkérlek szépen, linket küldjél, utoljára mondom, és többet nem fogok senkinek könyörögni. Gyerekek, ugye a parapénteknek továbbra is az a lényege, hogy tehetek sisakot, úgyhogy nem bírom elmondani elégszer, hogy használjátok sisakot, védőfelszerelést, de hogyha nem is bepáncélozod magad agyon, akkor is tegyél sisakot, mert az életedet mentheti meg. Gyerekek, elhoztam akkor nektek már egy újabb videót, nem is húzom tovább a szót, nézzétek meg, remélem tetszeni fog, kezdjünk is neki! Az igen, listen to me now! Újabb profi versenyző, sisak nélkül. Tényleg nem értem, hogy mi tudja késztetni ezeket az embereket, hogy sisak nélkül tolják. Ettől nem leszel profi, azt külön garantálom. Tehát nem attól leszel profi, mint ők, hogy nem teszel sisakot. Kurvára felelőtlen, vagy saját magadat teszed veszélybe. De hát már a BMX-esektől azt megszoktuk, hogy felelőtlenek. Hát eddig, gyerekek, akartam már dinámodok olyan durva dolgok, de nem a faszt. Erre felugrott a másik 30-40 métert. Golázs! Yeah! Figyeld, és visszavette. Valami jó kis downhill verseny. És továbbra is nyomják ezt a driftelős dit, nagyon kemény. De nagyon kerélyezett hozzá a bringát. Milyen lazán húzzák a backflipet, életveszélyes. Yeah. Gyönyörű. De hát milyen kemény pálya van nekik építve, nem semmi. És tehát úgy megy végre rajta, mintha nagyon-nagyon könnyű lenne, de az elmondom nektek, ez nem annyira könnyű. Beszámít, hogy mekkora átugorjál, jól érkezzél, belepompál, hogy a következőbe. Betegség. És első keréken érkezik lefele. Jó.
Yeah. Jó, nyomja csávókám. Yeah. Igazából ezeken nincs amit kommentelni, hát ilyen 60-80 között mennek ilyenkor a csávókák. És hőrög is rendesen. Figyelj! Ezt a videót mondjuk még én sem láttam, úgyhogy nem tudom, hogy mi fog következni. Rengeteg downhill cucc van benne. Hát, ez eléggé megakasztotta a csávokám. És egyre több, figyeljétek, egyre több pálya van kiépítve. És nagyon-nagyon kemény helyek vannak. Nálunk itt errefele azért nem annyira elterjedt ez a dolog. És még egy csávó beugrott azt. Baszki. Egy videó nem igazán adják vissza, hogy mekkorákat ugranak, de azért elmondom neked, hogy a élébe arra ránéznél és összefosnád magad. És be 360 azt azzal a nagy bringával, ösztellós bringával. Csávókám leszette a faágat. Fölbánizott arra a vékony korlátra, nem is hiszem el. Figyelitek, a csávókák inkább az első kereken ereszkednek már, teljesen a súlypontjuk elé van rakva. És életveszélyes tempókkal jönnek lefele. Az igen. Yeah. Csávó, mit csinálott az a... az igen. Jó kis pump track, na azt is kipróbálnám. Yeah. Érzi a gyerek a bringát. Wow. Az igen. Wow. Csúszásból csinálta a backflipet. Nagyon kemény, nagyon durva. Wow. Ez tényleg kemény volt. Csoportos szex. Jó. Az igen. Érezgeti a manuálba. Na, ez egy te profi versenyző sisak nélkül. És még egy. Ennyi elszük legyen csak. Viccesen kacagott. Ez mi? Hans bácsi, Hans Ray. Mikor voltam Amerikában, vele rájdoltam, biztos ismeritek. Különböző videókban volt benne, meg filmekben is. Oh yeah. Oh yeah. Azt a kurva, behúzta a duplát. Yeah, ez kemény volt. Picit egymáshoz mennek csávókák. És még egy ilyen köves, ereszkedős pálya. Itt most nem volt annyira veszélyes a tempó. Itt már viszont igen. Nagyon technikásnak kell lenned, hogy ezeken le tudjál menni, így nem látszik vissza a videón, de kurva nagy sziklákon tolják. És ez is kemény volt. Wow. Az igen. Kis csávókám volt. Ezt most nem értem. Ennyire azért fejről nem adja vissza.
és egy kormánypöri, KP. És megint csak egy igen veszélyes tempóba ereszkedik a csávókám. Újabb profi versenyző. Yeah. Nagyon kemény ez a free coaster, hogy DMX-re tudsz rajta manuálozni hátrafele. Nem kell tekerned. Hát simán megcsinálom én is, ebben nem volt semmi olyan nagy cucc. Keep going. Yeah. Milyen jó kis dupla ugratók vannak. Egyikből mész a másikba, és nagyon, nagyon technikásnak kell egyned, hogy jól érkez, legyen meg megfelelő lendeded a következő ugratóhoz. És ez egy csaj, ha jól látom, ahhoz képest, hogy csaj kurvára megy tempóval, megy lefele. Yeah. Nem volt rossz szám. Ups. Wow. Egy-egy csávó olyan könnyedén csinálja ezeket a trükköket, hogy az valami hihetetlen. Kár, nem mutatja, hogy milyen sebességgel jön ilyenkor. Nagyon-nagyon technikás pályákon mennek, nagyon-nagyon kurva a sebességgel, tényleg. Hüccsú, felvette a port! Na, mi lesz itt? Ez. Ezt láttam, hogy nem maga biztos a csávó. Baszki. Mekkora szerencse volt, hogy a fa mellett esett el. Azaz, rúg le magadról. Na, ilyenkor kell azért a válvédő, mert itt nagyon könnyen el tud törni a kulcscsontod. Például. Úgy látom, hogy azért megúszta. A csávókán megúszta elég jól. Látom, egy picit a kormány elmozdult, de hát benne van ez. Benne van ez. És ennyi volt már a parapéntekünk. A gyerekek, nem voltak benne annyira veszélyes dolgok, vagy annyira para dolgok, azért volt egy pár para dolog. Meg volt egy pár olyan, amit nem adott vissza a videó, hogy tényleg mekkora sebességgel mennek azokon a kurva nagy köveken, meg szűk helyeken. A gyerekek, ennyi lett volna már ez a parapéntek, remélem, hogy tetszett, mindenféleképpen következőkor megpróbálok egy sokkal parább videót hozni. Maszkok, sapkák, sírmi sapkák továbbra is elérhetőek itt az Instagramon, írj rá, hogyha téged is érdekel. Illetve ugyanide az Instagramomra küldheted a testél, én reagálok videóhoz a ti eséseitek. Rollerrel, biciklivel, gördeszkával, görkorcsajával, motorbiciklivel, szinte bármivel. Fontos, hogy linket küldjél www.vitransfer.com. És fontos, hogy nem megjátszott eséseket küldjél, de ne az egyen, hogy lemész a blokk elé és akarattal belehajtasz a csipkebokorba. Remélem tetszett ez a videó, ha tetszett, akkor iratkozz fel, kapcsolod be a kis csengőt, kis harangot, hogy nem lesz semmiféle feltöltésről. Mai napi ment, az ment ide. Én Orbán Gabi voltam. Peace!